Domján Edit díjat kapott Györfi Anna, a Pécsi Nemzeti Színház művésznője. A kitüntetés jelentőségéről kérdeztük. Ezt a díjat 40 év alatti vidéki színésznők kaphatják meg a vidéki színházigazgatók felterjesztésével, és óriási elismerést jelent számomra, hiszen egyáltalán nem számítottam rá, szerintem ez így most a pályám megkoronázása, hiszen 30 éve állok színpadon, úgyhogy ez a díj, ez nagyon jókor érkezett az életembe. Emellett más, szintén fontos díjjal is büszkélkedhet. Még gyerekkoromban kaptam egy Kazinczy díjat, ugye egy szép beszédversenyen, és szerintem kamatoztatom is azért ezt a szakmámban. Valóban most lettem egy országos rádió és TV csatorna hangja, Station Voice-a, ami számomra is egy nagyon izgalmas dolog, mert azért ez nem szinkron színészet, nem színházi színészet, hanem az nekem nagyon jó érzés, hogy valaki bekapcsolja a rádiót, és az én hangom szól minden második percben, vagy egy percenként. Úgyhogy ez nekem most nagyon izgalmas. Györfi Anna egyébként 2008 óta a Pécsi Nemzeti Színház színművésze, és közel 40 darabban szerepelt már. Nagyon sok előadás van, amit nagyon szerettem játszani a pályám során, itt a Pécsi Nemzeti Színházban és az Operett Színházban is egyaránt. Talán amik a legközelebb állnak a szívemhez, az volt esetleg a Rudolf musical, amit sokak láthattak, a Mágnás Miska, most esetleg a Valahol Európában emelném ki, ami nagyon közel áll a szívemhez, hiszen gyermekkoromban is szerepeltem benne az Operett Színházban. Sose kellett választanom, és az a helyzet, hogy az egész pályámat végig kísérte a zenés színház és az éneklés, és a színház mellett van egy zenekarom is, a Fugato Orkestra, ahol gimnázium óta énekelek, szóval az énekesi pályám is végül is megmaradt. Nem is érzem azt, hogy választanom kéne, és nagyon örülök, hogy a kettő együtt tud működni. Színészi szerepei mellett szinkronizálással is foglalkozik a művész. A szinkronizálás számomra azért nagyon fontos és izgalmas, mert mindig egy-egy új karaktert tudok megformálni. Nem az van, mint a színházban, hogy egy másfél hónapig ugyanazt az előadást próbálom, hanem bemegyek egy stúdióba, délután esetleg egy másik stúdióba, és két különböző karakterrel találkozom egy nap. Szerintem ez óriási színészi kihívás. Anna a Pécsen kívül még sok más helyen is színpadra áll. Jelenleg a futó előadásaimat játszom a Pécsi Nemzeti Színházban, Kőműves Kelemen, Miniszter félrelép, Valahol Európában, Csókos asszony, a sikerdarabokban szerencsére szerepelek, illetve Budapesten elkezdtem Cseke Péter rendezésében az Ég tartja a földet című musicalt Szent Erzsébet életéről, ahol Szent Erzsébetet alakítom. Ez most nagyon izgalmas munka, ez foglal le főleg. Bár felmenői között nincsenek művészek, mégis akad a családban, aki érdeklődik ez iránt. Mivel gyerekkoromban kezdtem el ezt a szakmát, a felmenőim között nem volt művész, de a húgom, mivel nagyon sokat járt velünk be a színházba, ezért őt is megfertőzte ez a pálya, úgyhogy ha nem is színésznőként, de szinkron színésznőként dolgozik Györfi Laura, nagyon sokat lehet hallani a nevét, nagyon sokat szinkronizál. Györfi Annát még számos produkcióban láthatja a közönség a színpadon. Jelenleg is több repertoáron lévő előadásban szerepel a Domján Edit díja kitüntetett színművész. Kárnő! Kezdett felfogni a gondot? Jó estét, Mr. Jó estét! Tiszteletem az ellenzéknek! Miniszter úr! Hogy tehetett ilyen? Kettes utal elmaradsz. Most a legkisebb mondom, vissza kell szereznünk az ellenzék ruháját. Kormánypárti manőver lopta el! Én adtam oda a szobapincérnek. Most is kérdezem meg, hogy miért?